Augusztus 16-án mutatják be a Rózsakert szabadtéri színpadon az Édes Cserítit, mely az idei évad első nagy színpadi bemutatója is lesz. A részletekről pedig már Tari Patriciát és Tard Dánielt kérdezem. Meséljetek kicsit nekem arról, egyetemi hallgatók vagytok, és egy hónapja érkeztetek Nyíregyházára. Milyen a színház? Mondd ezt egy pár szót először. Persze. Csodálatos. Elképesztő volt azt tapasztalni, ahogy minket itt fogadtak. Az a szeretet, az a segítség, ahogy körülvesznek, nagyon, nagyon meglepő és nagyon jó. És ez az összes korosztályra jellemző egyébként, hogy... Bárkihez fordulhatunk bármivel, bármikor. Így van. És amikor munka van, akkor nagyon befogadóak. Tehát, hogy én most érzem azt először, hogy úgy igazán befogadják az ötleteinket. Vagy csapatmunka. Csapatmunka, igen. Igen. Nincs távolságtartás, nincsen semmi ilyesmi, hanem munkára van koncentrálva elég keményen, és akkor így szerintem csak így érdemes egyébként színházat csinálni. És ezt tapasztaljuk itt. Igen. Meséljetek kicsit magatokról, hol tanultok? Kaposváron most fejeztük be a harmadik évünket, Bozsik Ivett és Bakos Kis Gábor osztályában. És az idei évadot viszont itt töltjük teljes egészében. Bizony. Igen, most épp Pesten is játszottunk egyébként a Nemzeti Színházban, és ugye Kaposváron a Csiky Gergely Színházban. Most, mivel ez a gyakorlati évünk, ezért szerették volna ugye az osztályfőnökök is, hogy ezt teljes erőbedobással tudjuk teljesíteni, és így kilettünk szedve azokból a darabokból, ami mondjuk Pesten vagy Kaposváron benne voltunk, úgyhogy... Egy-kettő maradt meg, amit össze tudnak egyeztetni a színházak. Igen, igen, igen. És akkor mi most... És ilyen 4-5 bemutatónk lesz itt. Nagyon hálás feladatokkal is. Tehát mesék is lesznek, lesz a Szafi című mese. Csillagszemű juhász. Csillagszemű juhász. Szent Iváni álom. Szent Iváni álom. A Göttinger Pálnak lesz egy ő általa írt darab. Igen. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és ilyen feladatokat kapunk. És ha maradjunk pontosan az Édes Cseritinél, ha jól tudom, te három karaktert is játszol benne. Hogy néznek ki a próbák egyáltalán? Viszonylag sok karaktert játszunk mindannyian, mert nagyon sok szereplős a darab. Igen. De ami szerintem nagyon izgalmas ebben az egészben, hogy a legkisebbnek tűnő karakternek is van egy egész élettörténete, amiről beszélünk is a rendezővel, Horváth Illéssel, és így amikor csak egy-két mondatot mondasz, akkor is ott van mögötted az, hogy miken ment keresztül ez a nő, hogy mit szeretne, mik a céljai, és nem csak így elmondod azt az egy mondatot. Igen, igen, ezt az első alsó próbán világossá tette, hogy ő nem akarja ezeket megúszni, tehát hogy mondjuk ebben a Fandango lokában van 7-8 táncos lány, és ő azt mondta, hogy ha egy olyat fog látni, hogy nincs benne teljesen, és nem látja az ő élettörténetét egy picit, tehát egy ilyen villanásokban, akkor az már veszett ügy. Nagyon hálás feladat egyébként. Igen. Többet játszani, mert nagyon, nagyon sok oldalát tudja megmutatni az ember. És így én például két táncos lányt is alakítok, és nagyon próbálok arra koncentrálni, hogy a kettő határozottan más legyen, elkülöníthető, és ne csúszson össze véletlenül sem. Mondjuk ebben majd nyilván segítenek a jelmezek is. Több mint 130 jelmez lesz az előadásban, és nagyon jó. Nagyon kell pörögni. Van, hogy ennyi időd van átöltözni, és akkor már visszajelenetre. Van, hogy van egy 8 perces szám, amit igazából ilyen kisebb megszakításokkal, tehát ilyen prózai jelenetekkel vannak megszakítva, és ezt a 8 percet végig táncoljuk, és énekeljük. Molnár Génóra a koreográfusa egyébként, ő most végzett fizikai rendezőszakon Horváth Csaba osztályában, és vele is nagyon-nagyon jók a próbák, mert ő is nagyon nyitott akár az ötleteinkre is, és ezért az egész nagyon jó hangulatban tud telni. Mennyi időt foglal magában mondjuk egy napotokból a próba? Egész napot vagytok a színházban? Nem, ez úgy néz ki, hogy általában 10-től 2-ig, és akkor este 6-tól 10-ig. Eleinte még nem volt ilyen hosszú a próba. Meg nem mindig mindenkinek. Viszont mivel nagyon komplex az egész, tehát rá kell szánni az időt, még most fogjuk megkapni a zenekart, tehát élő zenekarral fog történni a dolog. Jövő, érdekes lesz, igen. Igen, tehát hogy ott... Úgy látom, izgalommal. Nagyon, igen, na, igen, igen, abszolút, igen. Hát láttunk a próbájukról felvételt. Elképesztő. Meg hát az élő zene az mindig csodálatos. Aztán hát az még egy feladat lesz, hogy ezeket a koreográfiákat ráillesszük. Nyilván most még kicsit a tempóból is vissza van véve, hogy a koreográfiákat tudjuk letáncolni,
lesznek meglepetések, de szerintem ez az idő, ami még most hátra van, szerintem ez bőven elég lesz arra, hogy ezek ilyen frankon menjenek. Igen. Meg minden Vatikán menjen. Így van, így van. És izgultok már? Hát most már minden este egybe megyünk, igen. És én van, hogy úgy izgulok, mint előadás előtt. Pedig tudom, hogy ez még csak próba, de bennem van az, hogy jó, tökéletesen mindent nem akarok rontani a koreográfiában, és így. De az Illés egyébként azt mondta, hogy még jó, hogy elrontunk dolgokat, tehát most nagyon jól állunk, tehát jó, hogy elrontjuk a dolgokat, mert van még mind dolgozni, tehát hogy ilyen jól állunk most egyelőre. Aztán majd meglátjuk. Augusztus 16-áért azért addig még van időtök bőven. Mm-hmm. Igen, de augusztus 1-ére el kell készülnünk, mert akkor lesz egy munka bemutató a színházban, és akkor utána már csak át kell rakni a szabadtérire, ami megint egy új helyszín. Igen, arra nem lesz sok időnk, tehát arra azt hiszem 3-4 napunk lesz talán. Ezért most mindent tökéletesen ki kell. Bizony. Akkor minél jobb próba folyamatot kívánok nektek, és nagyon jó premiért, illetve bemutatókat, nagyon majd az egész évadra nézve. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok köszönjük velünk. Köszönjük mi is.